Egy szervizparkká alakult át az elmúlt hétvégén Salgótarján főutcája, ahol a Salgó Rallival elkezdődött a 2022-es Magyar Rally Bajnokság, az élvonal a Rally 1 számára is. Az új szezon, ahogy lenni szokott, sok állandóságot és sok változást is hozott a csapatok életében, így a bajnoki nyitányt mindig fokozottabb érdeklődés kíséri. Közel 70 páros vágott neki az egynapos versenynek, melyen 104 km gyorsasági szakasz várt a párosokra. A Peugeot kupában idén is érdekes csatákra van kilátás, ahol heten álltak rajthoz, köztük a bajnoki címvédő, Hangodi Bendegúz, Bunkóczi László egység is, akik Norvégiában havas, jeges körülmények között készültek a szezonra egy neves rally oktató irányításával. Közel 450 km-t, versenykilométert tudtam ezeket 3 nap alatt autózni, ami azért szerintem egy elég komoly felkészülés így magyar viszonyatokban, úgyhogy ez és a vezetés technikai részét is szerintem tudom majd kamatoztatni, hiszen ez a havas dolog, ez hasonlít a Murvára vezetés technikailag, és én nem tanultam Murván sose versenyezni, úgyhogy most ez is úgy kipipáltuk, idén elvileg egy Murvás versenyen fogunk indulni, remélem majd ott fogom tudni ezeket alkalmazni az ott tanultakat. Új év, új remények. Ezzel az érzéssel vágott neki a versenynek a Velencei Ádám Vánsza Zsolt páros. A Széchenyi pilóta évek óta a legjobbak közé tartozik, ám a szezonvégi összetett eredményt illetően vannak még elvárásai magával szemben. Bízunk benne, hogy jobb lesz, mint a tavalyi év. Sikerült tesztelnünk 2 napot. Az első nap egy ilyen jó minőségű úton, a másik nap egy ilyen erdején, fák közt úgy, mint ami a gyorsan volt. Én bízok benne, hogy sikerült rendesen felkészülnünk. Tényleg ez lesz az első verseny, meg azt mondta, hogy ez a hazai versenyünk. Bizakodóak vagyunk. Én úgy remélem, hogy vissza tudunk úgy térni az élmezőnybe. Turán Frigyes új navigátorral, Farnadi Ágnessel várta a bajnoki nyitányt, akivel szeretné a tavalyi tempót átmentve, minél jobb eredménnyel a célba érve, a bajnoki dobogóért küzdeni az erős mezőnyben. Már nagyon várjuk a holnapi rajtot, azt gondolom, hogy nagyon sok idő eltelt a szezon vége óta. A tavalyi szezonunk nem sikerült jól, úgyhogy örülünk, hogy itt tudunk lenni a rajtnál, és új reményekkel tiszta lappal tudjuk inteni ezt a szezont. Remélem, hogy sokkal szerencsésebbek, sikeresebbek leszünk, mint a tavalyi évben. Tavaly azt gondolom, megvolt a tempónk. A tempóban remélem, hogy nem lesz be idén se. Remélem, hogy szerencsésebbek leszünk, és sokkal több pontot fogunk tudni szerezni, mint tavaly. Vince Ferenc 2019 abszolút magyar bajnoka kihagyta a tavalyi szezont. Vajon ez a kényszerpihenő hogyan hatott a versenyzésére? Sokan tették fel a kérdést. A pilóta nem bízott semmit a véletlenre, sok tesztkilométerrel készült a visszatérésre, Németh Gergely navigátor társával. Igazából a bajnok autóval indulunk, amivel 2019-ben bajnok lettem, de azért van benne egy-két újabb fejlesztés, amit itt a teszteken tudtam kipróbálni. Azt gondolom, hogy egy kicsit másabbul kell vezetni most az autót, de én próbáltam hozzá aklimatizálódni, és remélem, hogy nagyon gyors lesz az egész. Én bízom benne, hogy azért ott tudunk lenni az élmezőnyben, és tudunk csatázni itt a dobogós helyezésekért. Sok hír keringett a bajnoki címvédő Hadik András, Kertész Krisztián szereplésével kapcsolatban. A versenyt megelőző sajtótájékoztatón aztán sikerült a pilótával tiszta vizet önteni a pohárba. Úgy volt, hogy volt olyan is, hogy autót vált, tehát típust váltunk, de végül is nem fordal fogunk versenyezni az idén ugyanúgy, mint ahogy az elmúlt években, de igazadban volt egy kis kalamajka itt a verseny előtt, ugyanis a világban zajló események rányomták az autósport, autógyártására is egy kicsit a bélyeget, úgyhogy nem kapta meg a csapat azt az autót, amit szeretett volna, úgyhogy most máshonnan kellett szerezni egy versenyautót, hogy itt lehessünk a Salgó Rallin. De én úgy gondolom, hogy ezt a problémát leküzdöttük,
teszteltünk, megpróbáltuk a több éves tapasztalatainkat használni a teszten. Én úgy gondolom, hogy jól felkészültünk, úgyhogy holnap megpróbálunk minél gyorsabban autózni. Idén ismét a magyar bajnokságban köszönhetjük a WRC 2 világbajnok Mats Özberget, aki svéd navigátortársával Patrick Bartállal küzd majd a bajnoki címért a tagai tím R5-ös Citroënjével. Nagyon örülök neki, és nagyon elégedett vagyok, hogy újra Magyarországon versenyezhetek. A tavalyi év is nagyon jó tapasztalat volt, nagyon jó versenyek voltak, élveztük, hogy itt lehetünk. Ez az év annyiban különleges, hogy egy új navigátorral vágtunk neki a küzdelmeknek, akit egyébként már nagyon-nagyon régóta ismerek. Bízom benne, hogy jól tudunk majd közösen dolgozni, és a lehető legjobb eredményeket érjük el. A Csomós Miklós Nagy Attila páros versenyautója otthon a műhelyben pihent, a következő ERC futamra készülve, a fiúk azonban egy felkérésnek köszönhetően a magyar bajnokságban bemutatkozó egy kisebb kategóriás autóval indultak, amivel igazolták a kicsi a bors, de erős mondást. A Takács Motorsport által kaptuk ezt a lehetőséget. Nála versenyeztünk 2018-ban, akkor a Fábia R5-össel ugye életünkben először. Aztán ő vett egy ilyen kisebb kategóriást, ezt Rally 5-ös autónak hívják. Gyakorlatilag ez a belépő szint most Magyarországon is, a rally világában is. Először, aki szeretne versenyautóval indulni, annak ez a legalacsonyabb szint, úgymond. Ez egy Renault Clio Rally 5-ösnek nevezik, 180 lóerő volt, egy 4-es turbós motorral, szekvenciális váltóval, és gyakorlatilag nem azt mondom, hogy utcai fékkel és utcai teleszkópokkal, de inkább az utcai közelihez, mint sem spéci verseny cuccokkal rendelkező autó. Viszont igazából nagyon jól éreztük magunkat a hétvégén benne, tényleg feljebb soroltak minket egy kategóriába, hiszen nem voltunk meg ebben a kategóriában hárman, hanem csak ketten tudtunk benne indulni. Úgyhogy az RC4-es, ugye a Rally 4-es Peugeot-kal mentünk egy kategóriába, úgyhogy gyakorlatilag ez csak egy ilyen egyszeri dolog volt. Elfogytak a kategóriatársak a Kurtos Robert, Friedrich Gergő párosnak, akiknek azonban volt miért küzdeni, hiszen nagyon régen gurulhattak át a célhatóból. A versenyen végül nagyon is szegődött Fortuna, akik abszolút 16. helyen gurulhattak át a Salgó Rally céldobogóján. Nagyot küzdött a dobogó alsó fokáért a Klaus Kristóf Csányi Boton páros, akik így egy abszolút negyedik helyezéssel várhatják a bajnoki szezon folytatását ebben a kiélezett küzdelemben. Hát elég viszontagságos így az utólag visszanézve. Mi voltunk az első autók Hadik Andrásék baleseténél. Hál' Istennek jól vannak, és velük minden rendben van. Utána mentünk az utolsó gyorsaságira, ez volt a Power Stage, de itt kicsit érdekesen alakult, mert a rajtba várakoztunk még egy 15 percet, és azt gondolom, hogy ez így nem tette lehetővé teljesen igazságos, utolsó gyorsaságit. Sajnálom, hogy így alakult, alapvetően a negyedik helyet szereztük meg, nem tudom, hogy lett volna esélyünk a dobogóra, ha ez a két utolsó gyorsasági máshogy alakul. Az abszolút harmadik helyen érkezett a célba a Velencei Ádám Vánsza Zsolt páros, akik így bízhatnak a jó folytatásban az eredményük alapján. Úgy tűnik, hogy nem hagyott nyomot az egyéves kihagyás Vince Ferenc versenyzésében, aki az abszolút második helye mellett azért is örült, hogy partiban tudott lenni a világbajnok Mats Özberggel. Nagyon boldogok vagyunk, azt gondolom Gergő is, én is. Borzasztóan örülünk, hogy azért tényleg második helyen végeztünk, ugye, de úgy örülünk körülbelül, mint egy első helynek, mert tényleg csak egy olyan pilóta végzett előttünk, aki meghatározó, aki a rally világbajnokságnak is, és többször partiban tudtunk vele lenni, két szakaszt el is tudtunk tőle csípni, és többen csak ilyen tizedekre menő csata volt, úgyhogy ez mindenképpen bizalomra ad okot, hogy ezt folytatnunk kell, és bízom benne is, hogy tudjuk folytatni, és látom szerencsére, hogy azért még itt van a helyünk, a helyen van a magyar mezőnyben. Ugye ez az egy kihagyás az elején azért egy kicsit látszott, hogy valamennyire nyomot hagyott, de így a verseny végére már szerintem elég jó belejöttünk ebbe az egészben, úgyhogy várjuk már a boldog kőrallit majd. A Mats Özberg, Patrick Barthal páros igazolta klasszisát,
akik elmondások szerint nagyon élvezik a versenyzést hazánkban a kiváló magyar versenyzőkkel. A bajnokság április végén térségünkben a Boldogkő rallival folytatódik.